Akárcsak Európában, Magyarországon is az agrárterületek madárállományai csökkentek a legjelentősebb mértékben. A civilizáció negatív hatásai az elmúlt 50 évben olyan mértéket öltöttek, amelynek következtében a föld állatvilágának népessége 70%-kal csökkent. Pedig minden élő lényre szüksége van az emberiségnek. Az élelmiszer biztonságunkat például a beporzó rovaroknak köszönhetjük. És ha azt gondolnánk, a klímaváltozás okozta problémákat a politikának vagy a cégóriásoknak kell megoldani, tévedünk. Külföldről hozunk be mondjuk napjainkban, akár Kínából mondjuk hagymát, fokhagymát. Ez nem járható. Tehát alapvetően a legnagyobb ráhatása közvetlenül és közvetve a biológiai sokféleség megőrzésének és a klímaváltozás megállításának alapvetően a lakosságnak van. Az, hogy hogy élünk, és az, hogy mennyire vagyunk jó állampolgárok, és mennyire vagyunk aktívak, és mennyire kapcsolódunk be például az országos, a helyi, az országos, a kontinentális, vagy akár a globális kezdeményezésekbe, petíciógyűjtés, aláírásgyűjtésbe, odahatni a képviselőinknél, hogy ezek a fenntarthatatlan, szélsőséges ipari és agrár tevékenységek, az ezt segítő döntések változzanak meg most, azonnal, holnapra, holnap utára. Ha nem tesszük meg ezeket, mi emberek pusztítjuk tovább földünk élővilágát. A parti fecske az emberi tevékenységnek köszönhetően terjedt el a Kárpát-medencében, és a legnagyobb állomány az Európai Unióban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Az elmúlt években drasztikusan lecsökkent az állományuk, akár csak a haris állomány. Az egyik legjelentősebb haris állomány Magyarországon az Önök megyében van, azonban a klímaváltozás, a szárazodás miatt, hogy elmaradnak a csapadékos telek, a tavaszi esők, az üde gyepek gyakorlatilag kiszáradnak. Régebben még ugye ezeket fel is törték, ez a haris állomány számára végzetes problémát jelenthet, tehát ilyen szempontból ez az a két faj, ami óriási állomány csökkenés szenvedett el, és hát sajnos ugye a tiszai ár terekhez, a tiszai hullámtér bokros élőhelyhez kötődő nagy fülemüle, ami ilyen tekintetben nyilván elsősorban a Tisza számára legkedvezőbb, a felső Tisza számára legkedvezőbb fészkelőhely, vagy volt. Ez a faj az elmúlt 8-10 évben kihalt Magyarországról. A szóvivő úgy fogalmazott, mindannyian a Titanicon ülünk, amely félig már elsüllyedt. Jó hír viszont, hogy van megoldás, de az utolsó percekben vagyunk, hogy megállítsuk a folyamatot.